Ebben a néhány videóban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy mit mond az írás a fej befedéséről, és milyen fejviseleteket láthatunk, mint férfiaknál, mint nőknél. Még annyit hozzátennék, hogy nem azt mondom, hogy el kell fogadnia mindenkinek ezt, amit itt hallani fog. Én csak azt mondom, hogy ez az, amit én találtam ezzel kapcsolatban. Aztán mindenki eldönti, hogy milyen következtetéseket von le ezekből, illetve, hogy aztán milyen változtatásokat hajt végre az életében, vagy nem hajt végre. Azt sem mondom, hogy ez az üdvösség kérdése, hogy ki mit visel a fején, vagy hogy, vagy mikor. Én csak azt mondom, hogy azok, akik szeretnék járni ezt az utat, és közelebb kerülni ahhoz az úthoz, melyet az Atya kijelölt számunkra, azoknak ez tanulságos lehet. Meg fogunk nézni néhány verset, hogy felfedezzük, hogy a mezítelenség az, a fedetlenség az, ami tulajdonképpen probléma, illetve szégyen sokkal inkább, mint az, hogyha az ember befedi magát. Egyből elkezdődik ez a helyzet Barasít, 1 Mózes másik fejezet 25-ös versben, mely így szól. Valának pedig mindketten mezítelenek az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala. Azaz nem szégyelték először az emberek azt, hogy mezítelenek voltak. Barasít 3-as fejezetben, a 7-es versben így ír, és megnyilatkozának mindkettőjüknek szeme, és észrevevék, hogy mezítelenek, figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. Azaz a meztelenség az, ami szégyen, és ez az, amit el kell fedni, sokkal inkább az, mint amikor az ember befedezi magát. Ez az esetek túlnyomó többségében úgy tűnik, hogy igaz. A befedetlen test vagy testrész az, ami szégyent fejez ki, és az, amikor az ember el van fedve, az pedig ennek az ellenkezője. Nyilvánvalóan lesz erre ellenpélda is, azonban az esetek nagy része ezt támasztja alá. Második Mózes 32. fejezet, Semot 32.25 így szól. És látván Mosé, hogy a nép megvadula, mert Áron megvadítá őket, ellenségeik csúfjára. Ez a kifejezés megvadula és megvadítá, ez a héber kifejezés para, melynek jelentése az, hogy meztelen, vagy pedig felfedni többek között. Ezen kívül még az is, hogy megvadul, vagy teljesen elveszti a kontrollt. Vajon mi lehet az, hogy megvadul, meg megvadítja, ami az ellenségei csúfjára lesz? Jobb 29-es fejezet 14-es versben erről olvashatunk. Az igazságot magamra ölték, és az is magára ölt engem. Palás és süveg gyanánt volt az én ítéletem. Azaz, amikor az ember felöltözik, az igazságot magára ölti, és az is magára ölti az ember, és a süveg, a fejfedő és a palást volt az ő ítélete. Azaz, amikor az ember felöltözik, vagy befedezi magát, az egyáltalán nem a szégyennek a jelképe minden esetben. Sőt, ahogy látjuk, általában nem az. Ez a süveg, melyet Jób a fejére tett, mellesleg szánif, melynek jelentése diadém, vagy pedig egy turbán, illetve egy fejviselet, mely egy ruhadarab, melyet a fej köré csavarva visel az ember. A Gesenius Heber Kádási lexikon azt írja, hogy ez egy tiara, vagy pedig egy fej köré csavart ruhadarab. Semot második Mózes 33-as fejezetben a 4-estől a 6-os versig egy érdekes dolgot olvashatunk. Ez ugye az után van, miután a nép már megcsinálta az aranyborjút, és utána ugye megvadult, ami tulajdonképpen egy pogány rituálé volt, és meztelenséggel, és ki tudja mivel társult, azonban Semot 33-as fejezetben. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Mikor meghallá a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borula, és senki nem tevé fel az ékszereit. Ez a szó ékszer, ez edé héberül, melynek jelentése olyan díszes ruhaféle, ami finom szövetből készült, általában ruha, és nem ékszer,
különösképpen egyfajta fejviselet, olyan, mint egy kötőfék, amit a fej köré vonnak. Vagy pedig, amit a ló visel a szájában, kötőfék tulajdonképpen. Megmondotta valaki a Huamorsénak, mondd meg Izrael fiainak, kemény nyakú nép vagy te, egy szempillantásban, ha közéd mennék, megemésztenélek. Azért most vesd le a te ékességeidet magadról, ugyanez a szó, Edi. Azután meglátom, mit cselekedjen veled, és lerakták magukra Izrael fiai az ő ékességeiket, Edi, a Horeb hegyétől fogva. Ismét csak, amikor az ember leveszi magáról a ruházatát, ugye láttuk azt, hogy ez specifikusan fejviseletet jelent, amikor leveszi magáról, azt ugye ez alkalommal gyász, illetve szégyenében teszi. Következő vers, Samuel Bet, 6-os fejezet, 20-as vers, ez ugye második Sámuel. Mikor pedig Daud vagy Dávid hazament, hogy megáldja az ő házanépét, kijöve Mikál, a Saul lánya, Daud elejébe, és mondta, mi dicsőséges valamai Izrael királya? Ki az ő szolgáinak szolgálói előtt felfosztózott valama, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztózni. Felfosztózni ugye mesztelen, de ezt láthatjuk az Easy to Read fordításban, csak egy féleszű mutogatja magát olyan hiányos öltözetben, mint ma te a szolgáid szolgáló lányai előtt. Azaz a meztelenség, illetve a hiányos öltözet az egyértelműen egy negatív érzést vált ki az emberekből, illetve a tradíciójuk ez volt. Folytassuk tovább, és nézzük, hogy mi az, amit még találhatunk. Ézsaiás, Jesiahu 20-as fejezet, 4-es vers, így szól. Úgy viszi el a Szíria királya, Micraim vagy Egyiptom fogjait, és Szerecsen ország, vagyis Etiópia vagy Kús rabjait. Ifjakat és véneket ruha, és saru nélkül, és mezítelen a fele Micraimnak, Egyiptomnak gyalázatára. Azaz láthatjuk ismét, hogy a ruha, a cipő nélküliség, és az, amikor valaki meztelen, az szégyen, illetve ugye ez esetben gyalázatról beszél. Egy újabb nagyszerű példa, szintén Jesiahu, Ézsaiás, ez a 47-es fejezet, második és a harmadik vers, mely így szól. Vedd a malmot és őrölj lisztet, fődd fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel combodat, és menj át a folyókon. Fölöztessék fel meztelenséged, és láttassék meg szemérmed, bosszút állok, és embert nem kímélek. Ez a kifejezés, láttassék meg szemérmed, ez kerpa, héber szó, melynek jelentése szégyen vagy gyalázat. Vagy pedig, amikor az emberen mások nevetnek és gúnytűznek belőle. Ugyan erre utal a Gesenius Héber Káldeusi lexikon, mely gyalázat, gúny, vagy megvetés, vagy pedig szégyenként fordítja le ezt. Tehát az, amikor az ember felfedi a testét, a szégyen és gyalázat. Gondolom mindenki érti azt, amire ki akartam lyukadni. A meztelenség minden formában szégyen, gyalázat, gúny, és az atya ezt nem fogadja el. Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, hogy érez, stb. Stb. Még annyit hozzátennék, hogy az, ami szerintünk meztelenség, most már látjuk nagyszerűen, hogy az azért egész más, amit ő gondol erről, hiszen számára az, hogy fedd fel a combodat, menj át a folyókon, fedd fel a fátyolodat, ez számára meztelenség. Míg mi úgy gondolnánk, hogy a meztelenség az, amikor valaki teljesen ruha nélkül van. Mikeás vagy Maka, 1-es fejezet, 11-es vers, így szól, költözzetek el Safírnak lakója, gyalázatos meztelenül. Nem vonult ki Sánán, lakosa Beth Eselnek, siralma nem enged tartózkodni. A meztelenség itt is gyalázat, szégyen
vagy pedig gúny. Még egyszer nézzük meg, ez Higalú jelenések 3.18. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem a tűzben próbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága. A szemgyógyító írja a kent meg a te szemeidet, hogy láss. Azaz, ismét csak a mezítelenség az gyalázat, rútság, vagy pedig szégyen. Mint úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben nem véletlen az, hogy a világ olyan, amilyen. Higalú jelenések könyve 16-15 így szól. Ímé eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát, vagy az ő szégyenét, gyalázatát, vagy gúnyt ne üzzenek belőle. Ismét csak láthatjuk azt, hogy a ruha az nagyon fontos, hogyan tarthatjuk tisztán, erről már szó volt, és a meztelenség elfedése pedig az elsődleges feladat, ahogyan azt megmondta. Mindezekből a versekből egyértelműen kiderül, hogy a testnek a befedése az nem, hogy nem szégyen, hanem éppen ellenkezőleg annak a testnek a fedetlenül hagyása szégyen, gyalázat, rútság, vagy pedig gúnynak a tárgya. Nézzük, mi az, amire Saul figyelmeztet a tesszalonikaiakhoz írt levelének második fejezetében, ez ugye a második levél, 14-15. vers. Amire elhívott titeket, a mi jó hírünk által, Adonai Jehusá HaMásiák dicsőségének elvételére. Mert miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. A helyzet az, hogy ez a tudomány, melyre ők tanították szóban és írásban, ez nem más, mint a görög szó paradoxes, melynek jelentése tradíció, vagyis hagyomány. Ha megnézzük a Strong's definíciót, akkor láthatjuk azt, hogy paradoxes jelentése hagyomány. Különösképpen ugye itt úgy írja, hogy a Yahudim vagy zsidó tradicionális törvények, rendelések, vagy pedig hagyományok, ugye átadása az elveknek, vagy pedig a szabályoknak. A Thayer's görög lexikon szerint ennek a szónak a jelentése az vagy szájhagyomány útján, vagy írásban valaminek a tovább adása, magyarul tradíció, tanítás, vagy pedig szóbeli instrukciók segítségével. A második levélben a hármas fejezet hatos versben így ír Saul. Adonai Jehusá HaMásiák nevében pedig rendeljük néktek, azaz a másiák nevében utasítják őket, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, azaz mindenkitől, aki rendetlenül él, mi az a Tora nélkül, és nem ama utasítás szerint, amelyet mi tőlünk kapott. Érdekes módon ez az utasítás itt, ugyan ez a kifejezés, paradoxes, melynek jelentése tradíció vagy hagyomány. Azaz nem ama tradíció vagy hagyomány szerint él, melyet tőlünk kapott. Nem a szerint, amelyet a farizeusok tanítottak, amelyet ők továbbadtak nekik. Korintusiakhoz írt első levelének 11. fejezete így kezdődik, dicsérlek pedig titeket, atyámfiai, hogy én rólam mindenben megemlékeztek, és amiképpen meghagytam néktek, rendeléseimet megtartjátok. Ez a rendelés, melyet megtartanak, ugyan ez a kifejezés, paradoxes, melynek jelentése tradíció vagy hagyomány. Azaz Saul folyamatosan arra szólítja fel ezeket az embereket, hogy azokat a tradíciókat, hagyományokat, melyeket ő vagy a többi apostol, vagy természetesen a másiák személyesen meghagyott nekik, azokat hagyják meg, illetve tartsák meg. Szóval, ha őket az írásból tanították, amelyet a nák, ugye a Tora nevém és a Ketuvim, a proféták, az instrukciók, illetve az írások, akkor ha onnan tanulják ezeket a tradíciókat vagy hagyományokat, akkor nekünk is onnan kell ezeket eltanulni, hiszen ezek a levelek nem álltak rendelkezésére mindenkinek, sőt, mikor a másiák a földön járt, ezek nem is léteztek. És már akkor is az emberek értették, hogy mi az, amit tenniük kell, hiszen az úgynevezett Ótestamentumban tanulták ezeket. És abban úgy tűnik, hogy a fej befedése az egyáltalán nem volt idegen ezektől az emberektől. De nézzünk meg erre néhány példát, amikor konkrétan a fejviseletről van szó.
Az egyik példa, Dániel, harmadik fejezet, 19-től 23-ig, mely így szól, akkor Nabukodonozor eltelik haraggal, és az ő orcájának színe elváltozik Sidrák, Misák, Ábednego ellen. Szól és meghagyja, hogy fűtsék be a kemencét, hétszer, de inkább, mint szokták vala befűteni. És meghagyja a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg ezt a három embert, vessék őket az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palásostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő kemencébe vettettek. Ennél azért jobb munkát végez az Easy to Read verzió, amely úgy ír, hogy így is történt, úgy ahogy voltak ruháikkal, palástjukkal és turbánjukkal együtt azonnal megkötözték őket, és mindhármukat bedobták a lángoló tüzes kemencébe. Ez a kifejezés, ugye fejviselet, ez egy ilyen kalapot jelent tulajdonképpen, Karbala, mely egy arámi kifejezés, és a jelentése ennek egy kalap, egy fejfedő, vagy turbán, vagy sisak, vagy egy kis sapka, vagy bármi, amit a fej köré tekernek. Ez sem ott, második Mózes 39-27-28, amely így szól, megcsinálják a len köntösöket is, takácsmunkával Aharonnak és az ő fiainak. Len süveget is, süveg ékességeit is lemből, és a gyolcs lábravalókat sodrott lemből. Azaz itt láthatjuk, hogy Áron és fiai számára készítettek hosszú ingeket finom lemvászonból, ugyanebből a vászonból turbánt, inkhez tartozó övet és alsóneműt is, azaz turbánt szintén viseltek. Ha megnézzük, a süveg, az ugye az a kifejezés, melyről már korábban volt szó, misznefet, azonban a süveg ékessége, amely szinte kimaradt ebből a másik fordításból, ez pedig mikpa'a, héber szó, melynek jelentése egyfajta fejviselet. Ugye, hogyha a micnefeth a turbán, akkor ez egy kis sapka, amelyet a turbánra rátesznek, ugye a turbán nyitva adja az ember fejének a tetejét, ez egy ilyen kis sapka, amely egy félgömb alakú, és ez az, amit rátesznek a fejük tetejére, hogy letakarják azt. Pontosan ez az, amit a Gesinius Héber Kádeusi lexikon erről mond. És ezt minden pap viselte. Úgyhogy remélem, hogy érthető így már mindenki számára, hogy miért tartott ilyen hosszú ideig, hogy eljussunk idáig, és hogy mi is volt a célja ennek az összes versnek, amit megnéztünk, illetve az egész videó sorozatnak ez idáig. Jehezikael Ezékiel 24:15-17 így szól, és lőn Jahua beszéde hozzám mondván. Embernek fia, ímé, én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, és ne sírj és ne jajgass, se könnyed ne hújon. Fohászkodjál csöndesen, halottakért való sírás ne tégy. Fejékességedet köst fel, saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. Köst fel fej ékességedet, ez a szó fej ékesség, ez pedig a héber szó, ami egy fejékesség, egy dísz, vagy egy turbán valamiféle fej viselet. Valamilyen ékesebb vagy díszesebb verzió lehet ez a leírások alapján. Vagy egy tiara, vagy diadém, vagy korona, valami ilyesmi, egy fej dísz, mely összekapcsolódik egyrészt a gyásszal, másrészt azzal, hogy ő felékesíti magát, és így járul Jahua elé. 3 Mózes 13:45, a poklos ember pedig, akin a fakadék van megszaggatott ruhában, és mezítelen fővel legyen, és a bajuszát fedezze be, és ez kiáltsa tisztátalan, tisztátalan. Pont az ellenkezője annak, amit tanácsolt Jehezikeelnek, az előbb, és amit tanácsolt ugye a főpapnak, hogy ne szaggassák meg a ruháikat, és ne fedezzék fel a fejüket. Szóval ez az ellentétje annak, mikor az ember felfedi a fejét, megszaggatja a ruháit, felfedi a bajuszát, befedi a bajuszát, ez a tisztátalanságnak az egyik jele. Ugye ezt mondta Áronnak, az ő fiainak, a papságnak, Eleazárnak, Itamárnak, fejéteket meg ne mesztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok. Haragra ne gerjedjen Jahua az egész eklézsia vagy gyülekezet ellen.
Mivel ez a videósorozat a fejviseletre koncentrál, ezért szeretnék itt megmaradni, azonban az elkerülhetetlen, hogy valamennyire az általános öltözködési szokásokat is megvizsgáljuk. Saul idején, amikor a korintusiakhoz írt levél íródott, illetve a görög birodalomban. Ugye, arról beszél ebben a cikkben, ez ugye BibleResearcher.com, és a linket megtaláljátok majd a leírás részben. Arról ír, hogy általában a görögök voltak azok, amik semmiféle fejviseletet nem hordtak, amikor az isteneiknek áldoztak, azokhoz imádkoztak, bármiféle szertartáson vettek részt, vagy úgy általánosságában megjelentek a nyilvánosság előtt. A görög volt az, akinek a feje fedetlen volt. Sőt, nem csak a feje, hanem általában a görögök minimális ruházatot viseltek, a férfiak legalábbis. Itt az egyik példa bal oldalt látható, ez az úgynevezett klamis, ha jól értelmezem, és ugye arról beszélünk, hogy a klíma miatt, stb. Stb. Ugye látjuk, hogy mennyire ellentétben áll ez azzal, amit az írás próbál az embereknek előírni, ugyanúgy szinte a klímától függetlenül, úgy értem, hogy a klíma ugyanolyan meleg ott, ahonnan az izraeliták érkeztek. Ez a másik viselet pedig itt, mely szabadon hagyja ugye a felsőtestnek egy nagy részét. A másik, amit érdekesnek találok, az az, hogy a vélekedés az, hogy a görög nők általában viseltek valamilyen fejviseletet, azonban nincsen semmiféle bizonyíték arra, hogy ez valamiféle szabályrendszernek a része volt, és arra pedig különösen nincs, hogy az erkölcstelen nőket így fel lehetett volna ismerni, úgy értve, hogy fejviselettel vagy fejviselet nélkül. Görögöknél ez nem volt annyira jelentős. Ha tovább haladunk, akkor láthatjuk azt, hogy a vallásos gyakorlatokban általában a nők feje fedetlen volt. Ugye a görög vallás akárcsak a mai legtöbb tradíció pogány hagyományokon alapul, és annak a tovább élése az, amit láthatunk napjaikban. Például Demeter istennőnek a kultusza során egyértelműen fedetlen fővel vettek részt a nők. Gyakran tiarát viseltek, vagy diadémot, vagy egyfajta koronát a fejükön, vagy pedig csak koszorúkat levelekből, vagy befonták a hajukat, de gyakran előfordult az is, hogy például a Dionysos ünnepek alkalmával, ami szintén tovább él ma ez a hagyomány, ugye a Demeter dolog az szintén egy olyan hagyomány, ami megtalálható a mai napig a tradíciókban, és a Dionysos ünnepek alkalmával leengedték a hajukat, és úgy táncoltak, hogy nem volt semmi a fejükön, és a hajuk is le volt engedve. Ezen kívül, ahogyan ősi festmények bizonyítják, a papnők, melyek áldozatokat mutattak be az oltároknál, szintén fedetlen fővel vettek részt ezeken a szertartásokon. Ha megnézzük a római birodalmat, ami szintén a pogány tradíciók továbbélésére alapul, akkor láthatjuk azt, hogy valószínűleg nem volt semmiféle előírás arra vonatkozóan, hogy a nőknek bármiféle fejviseletet kellett volna hordaniuk. Erre utal Saul levele, szerintem erre utal Kefa vagy Péter felhívása szintén, de egy cikk alapján erről beszél Ovidius is, amikor tanácsot ad a nőknek, illetve azt is láthatjuk, hogy bizonyos művészeti elemeken a nők fedetlen fővel vannak ábrázolva. Tertullianus arról ír, hogy ő nem lát különbséget igazából a köztiszteletben álló nők öltözködése, illetve a prostituáltak öltözködése között, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez úgy tűnik, hogy érvényes mind a mai napig világszerte. Sofóniás első fejezet 8-as versében, azaz Cefnia, így olvashatunk, és lészen Jahó áldozatának napján megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait, és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöztek. Azaz nem véletlen,
nő mondja azt, amit mond, hogy ne tanuljátok el a pogányok szokásait, és ne viselkedjetek úgy, mint a népek körülöttetek. Vaikra 3 Mózes 18.3-ban így ír, ne cselekedjetek úgy, mint Mizraim vagy Egyiptom földén cselekesznek, ahol laktatok, és úgy se cselekedjetek, mint a Kanán földén cselekesznek, ahová bevisztek titeket. Se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok. Azaz ne tanuljátok el más népek tradícióit, hiszen az nem egyeztethető össze azzal az úttal, melyet ő kijelölt számunkra. Sőt, Debarim 5 Mózes 12.29.32-ben így ír, mikor kiirtja előled a hua, te hatalmasságod a nemzeteket, akikhez bemégy, hogy bírjad őket, és bírni fogod őket, és lakozol majd az ő földükön, vigyázz magadra, hogy őket követvén törbe ne essél, miután már kivesztek előled, és ne tudakozzál az ő hatalmasságaik felől, mondván miképpen tisztelik-e nemzetek az ő hatalmasságaikat. Én is aképpen cselekszem, ugye ez a probléma a mai vallásokkal többnyire, különösen sajnos a kereszténységen belül. Ne cselekedjél így Jahuával a te hatalmasságoddal, mert mindazt az utálatosságot, amit gyűlöl Jahua, megcselekedték az ő hatalmasságaikkal. Mert még a fiaikat és lányaikat is megégetik vala tűzzel az ő hatalmasságaikkal. Mindazt, amit én parancsolok néktek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek. Semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból. Egyértelmű, hogy ő mit akar. Ő leírt egy rendszert, kitalált egy rendszert, ami nagyszerűen működne, hogyha az emberek ahhoz tartanák magukat. Persze az átállás erre nem megy annyira simán, különösen nem így a társadalomban és a családon belül, de ez egy hosszabb folyamat, amit mindenkinek meg kell tennie. Azt szeretné elkerülni, hogy úgy viselkedjünk, mint a világ. Az ember nem lehet kodes, vagy elválasztott, vagy szent a világtól, ha úgy él, úgy beszél, úgy néz ki, olyan szokásokat követ. Az egyik része az életünknek és az útnak az, ahogyan megnyilvánulunk, ahogyan kinézünk. És ezzel tudjuk jelezni a világnak azt, hogy mi más úton járunk, és nem követjük azt, ahogyan a világ él, viselkedik, vagy pedig úgy általánosságában megnyilvánul. Ugyanez a probléma kerül elő Malachim Bet 17-es fejezetben, azaz második királyok 17, 13-tól 15-ig. És mikor bizonyságot tett Jahua Izraelben és Jehudában minden profétája és minden látnoka által, ezt mondván, térjetek meg a ti gonosz utaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat, és rendeléseimet az egész törvény szerint, melyet parancsoltam a ti atyáitoknak, és amelyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim a proféták által. Egyértelmű, hogy mit mond. Ez az üzenet az egész könyvben az elejétől a végéig, és ez nem is fog változni. Akkor nem engedelmeskedtetek, hanem megkeményítettétek a nyakatokat atyáitok magadsága szerint, akik nem hittek Jahuában, az ő hatalmasságukban. Az, hogy az ember nem úgy él, számára azt jelenti, hogy az ember nem hisz benne. Sőt, megvetették az ő rendeléseit és a szövetséget. A rendelés, a törvény, a parancsolat azonos a szövetséggel, amelyet atyáikkal kötött, és az ő bizonyságtételeit, melyekkel megintette őket. Hiába valóságot követvén, maguk is hiába valókká lettek. Ha az ember a világ útját járja és azt a tradíciókat, akkor az hiába valóság ő előtte. És a körültök való pogányok után, akik felől pedig azt parancsolta nekik Jahua, hogy azokat ne utánozzák. Pontosan ez történik ma a világban. A pogányoknak teljesen mindegy, hogy mit csinálnak. Akik az utat szeretnék járni, azoknak viszont nem mindegy. Az út keskeny és a kapu szűk. Nekünk megvan az az út kijelölve, a parancsolat, a rendelés, a törvény, a bizonyság, az ítéletek által, amit járnunk kell. A világnak teljesen mindegy, hogy hogy öltözködik, hogy beszél, milyen ünnepeket csinál. Nekünk azonban nem. A probléma az, hogy benne kell élni ebben a rendszerben. Az írás az egyetlen, ami el tud minket navigálni ezen az úton. Ezért mondja, hogy lámpás a parancsolat, a tudomány világosság, az életnek úta, a tanító fedések. Ha ismeri ezt az ember, ebben tud járni. Az a lényeg, hogy ne utánozza az ember a világot. Ahogy ők öltöznek, az számunkra nem lehet mérvadó. Az, amit ők gondolnak az erkölcsről, arról, hogy hogyan kellene öltözködni, viselkedni, megnyilvánulni, annak nincsen jelentőség. Saul szabálya, amit ugye 1 Korintusi 11-ben olvashatunk, ez valószínűleg másra vonatkozott,
mint amire a legtöbben asszociálnak ebből. Erről ír ez a cikk, hiszen valószínűleg ő valamilyen izraelita hagyománytól eltérő fejviseletről beszél, mint ahogy azt láthattátok ebben a sorozatban idáig. Míg azt írja az izraelita nőkről, hogy egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az első században, amikor még a másiák élt, nem csak imádkozás közben volt a hajuk és a fejük befedve, hanem bármikor, amikor az otthonukon kívülre léptek, azaz elhagyták az otthonukat. Az is egyértelmű, hogy az izraelita nők mindig fedett testtel jelentek meg. Nem csak, hogy otthon, hanem nyilvánosan is. A nyilvánosan nem csak a fejüket takarták el, hanem az arcuk alsó részét is. Ez a nők számára egy erkölcsi kérdés volt, és nem csak egy vallási kötelezettség, és egyáltalán nem a divatról szólt, vagy a kényelemről. Ők úgy érezték, hogy ez az erkölcsös megnyilvánulás egy nő számára. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!